Még 2014-ben történt a késelés, a nő és a férje összevesztek, ekkor támadta meg az asszony az áldozatot, a hátába vágott többször egy rövid pengélyű kést. A rendőröknek viszont először mindketten azt mondták, a férjet üvegszilánkok sebesítették meg. Csak hogy később a nő elhagyta a férfit, aki bosszúból feljelentést tett a korábbi támadás miatt. Az ügyben most tartottak tárgyalást, ám a teremben sem a vádlott, sem a sértett nem volt jelen. Utóbbit még a rendőrök sem találják hónapok óta. Jelenleg akkor megállapodott, hogy ismeretlen helyen tartózkodik. Ezért most körözni kezdték. A vádlott nő ügyvédje azt mondja, Védence az Európai Unión kívüli országba menekült. Az ő hazahozatalára, Angliából történő hazahozatalára tett hatósági intézkedések nem vezettek eredményre. Tekintettel három gyermekére, aki szintén Angliában vele tartózkodik egy háztartásban, az ottani igazságügyi szervek megtagadták a kiadatását emberi jogokra hivatkozva. A védő szerint az sem kizárt, hogy a vádlott jelenléte nélkül nem lehet majd ítéletet hozni, ezért meg kell szüntetni az életveszélyes testi sértés miatt indult ügyet. Ha tanúvallomásokra támaszkodik a vád, és az ebben lévő bizonyítékokat próbálja felhasználni a büntetőjogi felelősség megállapítása, az igen nehéz, hiszen 8 év távlatában már hogyan és ki emlékszik ezekre az eseményekre pontosan. A saját élettársát megkéselő nő tehát vélhetően megúszta majd a börtönbüntetést.